Köszöntöm a HEO Podcast hallgatóit és visszatérő vendégünket, Soltész Bálintot, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét. Szervusz Bálint, egy kisebb kihagyás után érkeztél hozzánk, és úgy tudom, hogy különleges témával. Szia Rita, igen, üdvözlök mindenkit. Valóban ugye elég szó, sok eseményről tudnám beszámolni a múlt heti időszakkal kapcsolatban is, egy fontosat szeretnék kiemelni, bár kicsit ugye Divatos szóval spoilerezném egy kicsit a jövő héten induló új Facebookos, mondhatni, rovatunkot, ugyanis minden napra egy mesecímmel indul jövő hétfőn egy egész júliusban tartó, minden nap jelentkező rovatunk. Ugye erről már többször beszéltünk egyébként itt a adásban is. Gyakorlatilag szinte minden nap találkoznak munkatársaink változatlanul ezekkel az nevezett online csalásokkal. Amikor mesés ajánlatokat tesznek. Igen, amikor telefonon. mesés ajánlatokat kapnak, és nagyon sokan bedőlnek neki, hogy 5 forintért vehető mobiltelefont 5000 forint átutalásával 5 millió forintot kap cserébe, tehát rengeteg ilyen, ilyen van, és ő ezt próbálják meg munkatársaim egy kicsit ilyen mesése formában megeleveníteni, vagy megjeleníteni minden nap majd a oldalunkon, hogy háta esetleg így jobban megmarad majd az emberekben. És hoztál is egy mesét most? Igen, az első mesét azt uh, már elhoztam, azért is mondtam, hogy lelőjük a poént, hiszen ezzel hétfőn találkozhatnak majd hivatalosan a, a, a Facebook oldalunk olvasói, de hogyha ennyi... <laughs> Ennyi szerintem belefér. Ennyi belefér, hogy akkor az első mesék meg... Miért majd? pont a meseműfaját választottatok? vagy van ennek különösebb oka, vagy csak egyszerűen így alakult? Tulajdonképpen mi megelőzési kollégáink ugye rendszeresen gyűjtik ezeket a, ők hívják ezeket meséknek, vagy legendáknak, amik ugye visszatérő motivumok szinte mindegyikben, és valahogy így alakult, hogy akkor hát ha... Ebben a formában is jobban megragad majd az emberekbe. de valahogy úgy gondolom, hogy ezek nem olyanok, mint a magyar népesség, ahol a legkisebb fiú mindig nyer, és aztán pozitívan alakulnak a dolgok. Ezek a mesék valószínűleg nem happy end érnek véget. Vagy N igen? van olyan is. Bízunk benne, hogy olyan is van, hiszen ö, ugye azt is nem ki tudjuk hangsúlyozni, hogy akkor is várjuk egyébként a bejelentéseket, hogyha nem történt meg tulajdonképpen a való esetben a károkozás, tehát mondjuk nem vonták le jogosulatlanok a, uh -huh. a összeget a gyanútlan áldozatnak a bankszámlájáról, hanem csak egy kísérlet történt, tehát olyan felhívta és elmondta, egyébként ugye mi erről is beszéltünk, hogy volt már például a, a példa, hogy felhívta egy idős asszonyt, egy magát ügyvédnek kiadó férfi, és elmondta, hogy az unokája bajban van, és pár millió forinttal tudnak segíteni, hogy kiengedjék, ha jól emlékszem, a szlovákiai börtönből, nyilvánvalóan gyanús lett a hölgynek is, bontotta a vonalat, egyeztetett az unokájával vagy fiával, akire hivatkoztak, és elmondta, hogy semmi gond nincsen itt van Egerben a munkahelyén. Ennek ellenére ez a hölgy bejelentette, hiszen ez is segíti később a munkánkat, hogy mondjuk egy újabb módszer, módszerre próbálkoznak, is, ami ugye fontosabb, hogy felhívjuk rá a lakosságnak minél szélesebb körben a figyelmét, hogy igen, ilyen is előfordulhat, legyünk gyanútlanak. Nem, ne, ne, legyünk, ne legyünk gyanú, 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 nálunk, igen. Igen. Nem gyanúk. Kedves hallgatóink, Solt és Bálint mesemondót hallhatják. Egyszer volt, hol nem volt, Heves Vármegyében éldegeült mai mesénk figyelmetlen szereplője Gyé Balázs, akit egy nyári délutánon felhívott egy szép ember. A rejtélyes telefonáló elmondta, hogy Isten útja a bankból hívja a hivatalos ügy miatt, majd megkérte Balázsunkat, hogy regélje el neki, milyen kódokat kapott sms -ben. A gaz telefonáló ennek nagyon örvendett, mivel így 5 millió 400 ezer forinttal tudtam megkárosítani gyanútlan Balást. Te legyél ügyesebb, és ne be a meséknek. <laughs> ilyen is ehhez hasonló Gyanútlan Balás, hogy lehetett volna ügyesebb gyanútlan Balás? Hát nyilvánvalóan, ahogy ma nagyon aggodalmasnak kell lenni, vagy hogy fogalmazunk, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk az ilyen telefonhívásoknál, Ugye a legnagyobb baj nyilván az volt a legnagyobb hiba, hogy megadta ezeket a belépési kódokat SMS-ben is, így ő, gyakorlatilag szabad hozzá férés adott a számlájához. Ilyet egy bankintézet sem fog soha kérni az ügyféltől, hogy megkaptad a kódot SMS-ben is, add meg nekem telefonban. Tehát gyakorlatilag ez a legnagyobb hiba ebben a történetben. Na hát, na hát. Környezetedben egyébként hallottál ilyet mostanában? Igen, annyira aktuális, hogy most hogy pont a szerkesztőségből nem előtt egy ismerős mesélte, hogy azt hiszem egy ilyen valamilyen játékot, gyerekjátékot akart rendelni egy közösségi portálnak a, a piaszteréről. Már szerintem ezzel el is mondtuk, hogy, hogy a Facebook marketről van szó. Elmondtuk. Elmondtuk. És ö, át is utalta a vételárat, néhány tízezer forintról van szó, hogy majd ugye megkapja a várt játékokat, azonban a mai napig ez nem történt meg is, elérhetetlenné vált ez a Facebook profil. Hát nyilvánvalóan elmondtam neki, hogy, hogy gyakorlatilag szégyelje magát, hiszen hogy ismerjük egymást, és ö, gondolom azért hallott ezekről, és én is felhívtam rá a figyelmét, de, hát, ugye de úgy van. gondolta, hogy vele pont nem fog megtörténni, is. És Ilyen, így, akkor úgy, az, az adjuk magunkat bebiztosítani, hogy ugye utánvétel kérjük. Igen, mindenféleképpen utánvétel vásárlás ajánlott, illetve, hogyha megoldható, akkor a személyes átvétel a leg, legbiztonságosabb, hiszen személyesen találkoznak megnézi az árut is, akkor utána kifizet. És igen, és a nagyobb értékű dologról van szó, akkor meg ha ez a személyes találkozás lehetőleg ne a lakásunkban történjen mondjuk egy forgalmas, nyilvános helyen biztosan <laughs> nem jön oda olyan, akinek rossz szándéka van. Így van, az mindenféleképpen egy plusz biztos idék lehet, hogy valóban említetted egy forgalmas, mondjuk egy benzink ahol még ugye kamerák is rögzítik az eseményt, hogyha bármi olyan történik később, az is segítségünkre lehet. Tehát olyan forgalmas helyre talál, beszéljük meg a találkát, ahol nagyobb biztonságban lehetünk. De most, hogy jobban belegondolok, valóban van létjogosultsága a meseműfajának, mert lehet a gyerekeinknek is elkezdhetjük ezt mesélni, hiszen azért annyira szomorú, hogy pont arra kell őket tanítanunk, hogy hogy ne bízzanak meg. Senki, hogy a bizalom az, az, idegen emberrel az, az, nagyon veszélyes. Tehát gyanútlan Balázsról szerintem nyugodtan a gyerekeknek is mesélhetünk. Bízunk benne, hogy ők is meg fogják érteni ezeket a tanmeséket, vagy tanulságos történeteket. Illetve hát nyilván abban is bízunk, hogy ilyen nagyon ideális állapotban mondjuk egy unoka meséli el ezt a történetet egy idősebb nagyszülőnek, dédszülőnek is, Hát, ha így megmarad, hogy igen, a kisunokámtól hallottam is, akkor most inkább nem adom meg ezeket a kódokat. Felhívom gyermekeimet, unokáimat, akik valóban tudnak segíteni, hogy ez ne történhessen meg, hiszen azért 5 millió forint is hogy ebben a mesében, és azért az nem kis pénz. Uh -huh. Na de, hogyha gyanútlan balázs éppen nem telefonál, és mondjuk itt él Heves Vármegyében, és az jut eszébe, hogy lemenne a tiszatóra. Ott is találkozhat a rendőrökkel, ugye? Igen, mert ugye az elmúlt héten, hogy a már említett közösségi oldalunkon beszámoltunk róla, el is indult ez a, a, -A Közbiztonsági Koordinációs Régiós Bizottság szervezésében az információs bűnmegelőzés és baleset megelőzési pontok. Ugye július hónapban a pénteki szombati napokon Poroszló strand közelében várják munkatársaim. Éppként uramra nézek már, hogy a 9 óra elmúlt, most a péntek, ahogy beszélgetünk, már egy fél óra ott vannak most is szintén ezen az említett helyszínen munkatársaim. Ugye ez az elmúlt héten is így volt. És a jövő héten is így lesz. gyakorlatilag július hónapban ez, végig így lesz, nem pénteken, szombaton 9-től 14 óráig. A tapasztalat az egyébként az első két nap alapján, hogy meglepődtünk, hogy arra készültünk, hogy nagyon sokan ugye a kerékpár kölcsönzőket veszik, a igénybe is úgy, úgy kerékpároznak. Így nyilvánvalóan ők ezt a bike szép ingyenes kerékpárregisztrációt nyilván nem végeztetik el, ugye nem saját kerékpárjukkal. Viszont szép számban érkeztek olyanok is, akik, akik kifejezetten úgy készültek, hogy na, is a volt, és összekapcsoljuk ezzel a a hasznosat, tehát megálltok arra 5-10 percre, és munkatársam néhány óra körülbelül 10 kerékpárt regisztrált ebbe a, ebbe a ingyenes nyilvántartásba, és emellett természetesen elbeszélgettek rövid idő alatt. A aktuális bűnmegelőzési kérdésekről is. Tudunk már e, egy ilyen pozitív tapasztalatot hozzátenni ehhez, mióta ez a kerékpár regisztrációs rendszer létezik volt, már hogy ennek segítségével került meg egy eltulajdonított bringa? Igen, konkrét esetről most nem tudok beszámolni, de ezt a, ezt a felületet kezelő munkatársaim, mert a, a Vagyarország elleni bűncselekményekben nyomozó ö, kollégáim rendszeresen használják ezt a felületen. Néhány évvel ezelőtt volt már például ö, olyan is, hogy egy nagyobb nagyobb ö, számú kerékpár foglaltak le egy-egy garázsban akkor még nem működött ez a kerékpár regisztrációs rendszer, és komoly fejtörést okozott munkatársainknak. Találják meg, hogy ki? Hogy gyakorlatilag a sértettek, illetve a tulajdonosoknak, a jogos tulajdonosoknak a jelentkezését várjuk, tehát gyakorlatilag ebben egy felhívás kellett közzétenni annak idején. Mert ez nem most történt. Vártuk, így mert ez, ez, legalább tíz évvel ezelőtt történt, köszönöm. Most tömegesen megjelennek a rendőrségen az ellopott biciklik után. Igen, adhatok. hát most nem várjuk erre a jelentkezőket. Azóta ebben a rendszerben gyakorlatilag nagyon ugye bővülő rendszerről van szó, talán a több kerépát akkor ebben ellenőrzik is. Nyilvánvalóan egy kellemes telefonhívást kap az a, az a sértet, hogy XY nyomozó vagyok a egri rendőrkapitányságról, a Bikesafe eh, eh, regisztrációban rögzített kerékpárját tegnap lefoglaltuk is, bejöhet érte. Tehát azért ez nagyban meggyorsítja a fej, az eljárást. Uh -huh. Hát akkor azt hiszem, hogy a mai beszélgetésünknek egy ilyen jó kicsengése lehet, hogy inkább legyünk, ne legyünk olyanok, mint gyanútlan Balázs, legyünk óvatosak, regisztrálassuk a kerékpárunkat, és ne dőljünk be az idegen telefonálóknak. Köszönjük szépen, Bálint, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és várunk téged a jövő héten is. Köszönöm, hogy itt láttam.